A kanadai Montrealban rendezték meg a kerekesszékes vívók utolsó előtti paralimpiai kvalifikációs versenyét. A világkupa viadalon 32 ország több mint 150 vívója mért összetudását. A mezőnyben ott volt az NVSC két versenyzője is. Pákhelyi Béla tanítványai két bronzéremmel és két hatodik helyezéssel tértek haza a tengeren túlról. A két nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik. Először Vera Samanilát kell megemlíteni, akinek a paralimpiai kvalifikáció 100%-os. Ő egyébként U23-ban kétszeres világbajnok, rendkívül sok felnőtt döntőt és helyezést ért el, illetve érmeket nyert. Most a legutóbbi Kanadában voltunk, Montrealban kettő bronzérmet nyert. A másik versenyzőnk Tarjány István, aki most egy fél éve került át B kategóriába, és azonnal már villantani tudott, kettő hatodik helyezése van párbajtörbe és kardba is. A paralimpiai kvalifikációt már korábban megszerző Veres Amarilla elmondása szerint az egész évet Riónak rendeli alá. Fizikálisan és mentálisan is igyekszik a lehető legjobban felkészülni, de túlzott terheket nem akar magára rakni az U23-as világbajnok versenyző. Titkosában persze mindenkinek az, hogy paralimpiai bajnok legyen, de nekem ez még nem most lesz. Nekem ez az első paralimpiám. Most nemrég kezdtem, egy pár éve versenyzek, úgyhogy a versenyrutinom miatt én úgy gondolom, hogy nekem már az is hatalmas siker, hogy egyáltalán sikerült kijöttem egy ilyen kaliberű versenyre. Én elmegyek, megtapasztalom, milyen a légkör, és majd egy vagy két olimpiával később tűzök ki magam elé igazából számszerű célokat. Tarjány István kategóriaváltása óta először indult világkupa versenyen, ahol mindkét fegyvernemben magabiztosan jutott be a 8-as döntőbe. Nagyon elégedett vagyok, főleg úgy, hogy eddig A kategóriában versenyeztem, 2,5 évet kitartottam, mert tudtuk, hogy az a cél, hogy átkerüljek B kategóriába, mert nekem ott a helyem, hogy hasonló, ugyanolyan kerekesszékes, igazi kerekesszékes, gerincsérült vívókkal versenyezzek, és így egyenlő esélyekkel induljak. És így nagyon örülök neki, és főleg úgy, hogy első B kategóriás versenyben 2/6. Helyt értem el. A két vívó május végén a torinói Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi színeket. Veres Amarilla számára a kontinens viadal felkészülési állomás lesz a paralimpiára, Tarján István számára viszont nagyobb a tét, az Európa-bajnoki cím ugyanis a riói utazás jelenti a győztes számára.